Sziasztok, én Ruf Bálint vagyok, ez a Vétó második évfolyamának 5. adása. A jövő héten pénteken élőben fogunk jelentkezni Szolnokról, a Gulyás Mártonnal és Papp Szilárddal együtt fogunk élőben vétózni, utána pedig közösségtalálkozó keretében tudunk beszélgetni arról, hogy mi a helyzet Szolnokon és az országban. A mai napon Schulz Nórával, szerkesztőtársammal, Kövesdi Veronikával, az ELTE médiatudományi tanszék munkatársával fogunk beszélgetni a politikai mítoszképzésről. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. És akkor térjünk is erre rá. Mit gondolsz, beszéljünk erről hosszabban, miért fontos a politikai mítosz teremtés, mi ez a politikai mítosz, hogyan működik ez most Magyarországon az elmúlt 30 évben? Van egy elég egyenes asszociációs hív, ami a mítoszok és az okkultizmus, vagy a boszorkányok világa, az istenek világa között feszül, és ez valamelyest érthető, hiszen tulajdonképpen a tudomány előtti világban is az volt a feladata a mítoszoknak, hogy megmagyarázzák a megmagyarázhatatlant, hogy hogyan működik az a világ, ami akkor még nem volt semmilyen formában leírható az emberek számára. Ez volt a mítosz. És ma is van ennek egy elég lényeges funkciója, amihez köthető és nagyon hasonlít hozzá, azonban sokkal közelebb állnak a társadalmi, illetve a politikai mítoszok már a valósághoz. Viszont még mindig nem beszélhetünk arról, hogy ez egy teljesen logikai érvelésen alapuló valóságmagyarázati rendszer, sokkal inkább érzelmi gyökerei vannak, és az érzelmek játékával igyekszik elmagyarázni egy bonyolult világot, mint például a politikai szféra. Szóval ez a fajta konstruált valóságértelmezés mondjuk így azt a célt szolgálja, hogy azok számára is megérthetőek legyenek a bonyolult politikai folyamatok, akik mondjuk nem rendelkeznek megfelelő háttértudással alapvetően ahhoz, hogy bármilyen véleményt alkossanak a politikai szféráról, vagy egyszerűen nincs igényük arra, hogy több információt gyűjtsenek arról, hogy mi is zajlik itt, esetleg nincsen hozzáférésük ezekhez az információkhoz, vagy az általuk rendelkezésre álló információk feldolgozhatatlanok számukra. Tehát itt nem arról van szó, hogy a társadalom széles rétegei számára ez az egyetlen magyarázati út, vagy ez az egyetlen értelmezési út arra, hogy megértsék a politikai folyamatokat, hanem egy olyan igényt elégít ki, egy olyan igényt szolgál ki, ami egy olyan választói döntési mechanizmuson alapul, ami a legkevesebb információ összegyűjtésével igyekszik meghozni azokat a politikai döntéseket, amik aztán esetleg elvezetnek ahhoz, hogy egy választáson értéket formáljon, vagy döntést alkosson ezekről. Mert hogy gyakran feltételezzük azt, hogy az emberek milyen érdeklődnek a politikai iránt, sőt, azt is, hogy hajlandóak nagyon sok időt és energiát belefektetni abban, hogy minden információt összegyűjtsenek a politikai térről, de ez átlagban még nem így van. És azáltal, hogy a politikai, a komplex politikai folyamatok leegyszerűsödnek a mítosz testében, és azokat egy ismerős, az ismerőség érzetével összekeverve, szimbólumokká formálva, ami könnyen kicserélhetőek, és könnyen értelmezhetőek, és jelentéssűrítő eszközük van, vagy jelentéssűrítő funkciójuk van, illetve ezek által hívhatóak elő könnyen az érzelmek is. Egy olyan világot eredményez, ami egy egyszerűen felfogható rendszer, a jó és a rossz szembenállása, a bináris opozícióké. De az, hogy ezek a politikai mítoszok megmaradjanak, hogy egyáltalán működni tudjanak, kell egy horgony, ami egy érzelmi töltetű esemény, amit a közösség minden tagja átélt, ami aztán szimbólummá formálódhat, akár egy térben, vagy tárgyban, de főként személyben. És a mítosz továbbélésének első számú feltétele az, hogy mindig emlékezzünk erre az eseményre, hogy ez szimbólummá formálva mindig ott legyen valahol a köztérben, és a mítosz ígérete pedig az, hogy ez soha nem fog megtörténni, soha többé nem kell átélni az adott közösségnek, sem a traumát, vagy az igazságtalanságot, amit egyszer már átélt. Szerintem beszéljünk majd konkrét példákról is, de előtte nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, hogy mik azok a
peremfeltételek, amik szükségesek ahhoz, hogy egy-egy mítosz sikeres legyen, vagy hogy egy mítosz felépüljön, hogy ebben alapvetően egy politikai erőnek az erőforrásaira van szükség, itt, ahogy mondtad is, már egy személynek a karizmájáról van szó, vagy alapvetően az a kérdés, hogy egy új mítosz, amikor megteremtődik, mennyire kapcsolódik esetleg már korábbi hagyományokhoz, korábbi történetekhez. Szerintetek mi az, ami egy politikai mítosznak a sikerességét tudja adni? Elsősorban az, hogy minél szélesebb rétegekhez eljusson. Itt maga a terjesztés az egy kulcskérdés abban, hogy a társadalom internalizálni tudja ezeket a mítoszokat. Itt a médiának van nyilvánvalóan egy nagyon fontos szerepe, de ugyanúgy lejtterjesztő eszköz, például bármelyik kulturális intézmény, vagy akár az oktatási rendszer is. Egy másik fontos összetevője az, hogy legyen egy olyan karizmatikus személy, aki hitelesen tudja képviselni ezt a mítoszt, és hitelesen tudja folyamatosan ismételni azt, és megjeleníteni. Ezen kívül az, hogy folyamatosan előhívjuk magát az alap kiinduló szimbólumot, ami ez a traumatikus esemény, vagy az igazságtalanság volt, hogy erre folyamatosan emlékezzünk. Amiért elmennénk a konkrétumokra, Magyarországon hogy látod, hogy a politika csinálásnál a mítoszteremtés mennyire egy ilyen tudatos dolog, szóval, hogy ha valakik ülnek egy asztalnál, és mondjuk politikai stratégiát, vagy akár politikai termékeket gyártják, akkor mennyire mennek, tehát mennyire ismerik, amikről beszélsz, peremfeteket, és mennyire tudatosan használják ezt? Azért, hogyha megnézzük a politikai mítoszoknak a felépítését, akkor nagyon sok szempontból párhuzamba állítható a populista kommunikációs stílussal. Ugyanúgy megvan ez a polarizált valóságkép, a mi és az ők narratíva, az ellenségkép képzés. És így ebből a szempontból azt gondolom, hogy biztos, hogy vannak erre törekvések, konkrét törekvések, illetve az egyszerűsítés is egy a populista kommunikációhoz kapcsolható fontos elem, hogy minél egyszerűbb üzenetekkel kommunikáljunk, minél nagyobb érzelmi benyomásokat hozzunk létre a célközönségben. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem van ebben egy konkrét törekvés, és az is fontos eleme ennek, hogy az, hogy egy jól ismert rendszeren alapuljon ez az egész valóságkonstrukció, és jól befogadható, és érzelmileg erős hatásokat kiváltó legyen, ehhez érdemes visszanyúlni a régi mítoszok, vagy a kulturális kódoknak az eszközéhez, tehát hogy már olyan metaforákat, szimbólumokat, archetípusokat használjon fel, amiket az adott közösség jól ismer, és ezt beépítse. Akkor nézzük meg egy-két konkrét volt arra, hogy akit összegyűjtöttünk, hogy mik voltak az elmúlt időszakban ezek a politikai mítoszok, vagy mítoszgyártások. Itt van, kezdjük az elsővel. Kicsit tudnál erről beszélni, ez Márki-Zay Pétertől származik, 21 novemberben van az indulása ennek a próbálkozásnak. Igen, ez egy remek példa szerintem arra, hogy ez a bináris opozíció megjelenik, hogy van két konkrét kategória, ami szemben áll egymással, a jó és a rossz, a szeretet és a gyűlölet. Ugye ebben a kommunikációs narratívában jelent meg a tiszták győzelme is, a politikai termek tisztítása, és ezek mind olyan jelzők, amik nagyon erős érzelmi hatást tudnak kiváltani a célközönségben. Tudhatnak? Mit gondolsz erről a konkrétról? Hogy erről véleményem van, kutatásom nincsen, hogy konkrétan a szavak. Azért vagy, hogy a véleményedet mond. Mindenki egy olyan politikai térben én ma szerintem arra a gyűlölet egy elég meghatározó tényező, és az, hogy végre valaki azt mondja, hogy felélegezhetünk, és nem arról fog szólni az egész politikai szféra, hogy mindenki gyűlöli a másikat és acsarkodnak, hanem itt egy közösség kialakítása
lehetséges, ahol az emberek valóban szeretik egymást, és eljöhet Jézus országa. Mm. Tehát, hogy itt abszolút megjelennek olyan bibliai motivumok, amikkel Márki-Zay Péter szerette volna kifejezni azt, hogy ő a kereszténységből nagyon sokat merít. És hogy működik? Vagy ez működött? De most függetlenül attól, hogy mi az eredménye a Márki-Zay Péternek a választásnak, mind esetleges az ő saját, egy ilyen potenciális szavazóit megszólítani képes mitológia szerinted működött? És mennyire tud működni egyébként a szeretet, mint hívó szó ebben a világban? Most ezt kíváncsi vagyok, mert nekem is van véleményem, de hogy ez mennyire egy ilyen összetartó és szavazásra ingerlő érzelem? Erről egyébként vannak kutatások, hogy a negatív érzelmek sokkal jobban motiválják az embereket, mint a pozitívak, és itt most a negatívat egy teljesen egyszerű kategória rendszerben éltem, hogy a gyűlölet, és én ide sorolom a haragot is, uh-huh. negatív érzelem, valaki ezt nem teszi meg, de hogy sokkal nagyon motiváló tényező önmagában is, de a közösséget tekintve is, tehát sokkal nagyobb lesz a közösségi kohézió, hogyha együtt gyűlölhetnek valakit, és van egy olyan ellenségkép, ami összefoghatja őket. Úgyhogy igazából a gyűlölet egy működőképes hívószó, de muszáj azt a kontextust is figyelembe menni, amiben ez elhangzik, hogy mennyire van elege esetleg az embereknek ebből, vagy nincsen. Viszont itt szerintem nem arról van szó, hogy ez okozta a hibát, vagy ez nem okozta a hibát, ez az aktuális mítosz, hanem az, hogy az előbb említettem, annak, hogy sikeres legyen egy politikai mítosz, egy hiteles képviselő kell, aki mindig valamelyest koherensen tudja legalább azt képviselni, hogy ő szakértői politikusként tud szerepet vállalni, és ezt abban az értelemben értem, hogy képes egy tárgyalásra, képes kontrollálni magát, képes azt a kommunikációs narratívát követni, ami úgymond a karakteréhez illik, és nincsenek benne túlkapások. Mm-hmm. Jó. Szerintem térjünk rá akkor a Fidesz mítoszaira, és akkor ebből is hoztunk több példát, vagy hoztál több példát, és kérlek, akkor beszéljünk ezekről is, hogy milyen akár történeti, vagy bibliai ilyen allúziók vannak, illetve hogy milyen karaktert közvetít Orbán Viktor és a Fidesz magáról. Itt ugye a Dávid és Góliát történet jelent meg a szintén a Bibliából, és ez azért egy elég közismert történet, ami a gyakorlatilag a mesei gazdaságszolgáltatásra való igényt tudja előhívni, hiszen ott van Dávid, aki a gyengébb, akiben elég kevesen hisznek, hogy le tudja győzni Góliátot. Itt a szembenállás is megjelenik az, hogy mi vagyunk szemben a nagy Góliáttal, aki ugye Brüsszel az egyik ellenségképünk. És ami még nagyon fontos ebben az, hogy itt az értékeknek a megvédése, a fő üzenet, hogy muszáj azokat a tradíciókat, ami egyébként az egész kormánykommunikációban egy nagyon fontos elem, hogy a tradíciók védelme, a magyarságkép védelme az, amit veszélyben van, amit nekünk meg kell védenünk, és meg is fogunk védeni. Ez nagyon sokban hozzátesz ahhoz, hogy hogyan alakul ki aztán Orbán Viktorból az a szereplő, aki mindig képes megvédeni az országot, aki mindig tudja képviselni Magyarország érdekeit, tök mindegy, hogy milyen fenyegetéssel állunk szemben. Ezt akarja mutatni, hogy ő mindig képes erre. Tehát ez az ő mítosza, hogy ő mindig védi a magyarságot. Ugye ezt építi már nagyon régóta, erről fogunk beszélni a műsorban majd. Bocsánat, visszatérve még egy pillanatra a Dávid Góliáthoz. Ugye ez egy ilyen magyarság alapélmény, vagy alap ilyen nemzetkarakterológia, hogy mi ezt szeretnénk mindig magunkról hinni, hogy mi vagyunk itt a szlávok tengerében, mindig van egy Góliát, akit aztán a Magyarország aztán valamilyen furfangos módon legyőz, vagy ezt szeretnénk hinni, hogy legyőz, és ugye erre,
ez egy ilyen magyarság alap élmény, és ezt ezen a húron játszik Orbán Viktor ilyenkor, hogy ez egy létező magyar karakterológia, amit aztán ő felerősít, és ennek a vezére, hogy ő is maga egy Dávid, de az ország is maga Dávid, nem? Szóval, hogy így keveri ezt a dolgot be. Nem kérdezem, csak hogy én ezt így érzem. Igen, itt szerintem a Dávidokként, mint többes szám is erre utal, hogy itt az egész magyar társadalom, minden egyes tagja, külön-külön mindenki egy Dávid, mindenki belekerül ebbe a szerepbe. Hát meg szerintem azért nagyon érdekes teljesítmény, hogy az ötödik Orbán kormányról beszélünk, vagy a negyedik kétharmadról beszélünk, és hát hogy mondjam, tehát a Góliát és a Dávid hogyan van meghatározva, és hogy pont ez, hogy az a típusú túlhatalom, vagy az a típusú felhatalmazás, brutális felhatalmazás, ami van a Fidesznek, és ami van Orbán Viktornak, hogy ezt mégis akár a követői szemében próbálja akár alsóbb polcra helyezni, és arról beszélni, hogy itt még mindig igazából még többre van szükség, még nagyobb felhatalmazásra, még nagyobb támogatásra, és ez szerintem egy olyan kommunikációs teljesítmény, vagy egy olyan mitoszteremtés, ami a Fidesz számára nagyon is működik. Hát, és ugye rá is játszanak, ugye? Tehát ez egy nagyon régóta épített mítosz Orbán Viktornak, hogy ő Dávidként funkcionál. Jó, menjünk a következőre. A következő az ez a nemzet megmentője, mint mítosz. Erről mit gondolsz, vagy ez mennyire működik, mennyire van ez a nemzet, ugye, mint szó is, meg a megmentő, mint szó, mennyire játszik, és mennyire fontos ez a Fidesz kommunikációban, és ezt mit tudja felülírni? Ugye ez ebben nagyon jól látszik, hogy milyen hatása van annak, amit az építési technikának ebben a fotóban, ami zajlik, hogy erre mennyire tud rezonálni egyébként a közönség. És ugye itt a nemzet az már egy olyan homogén egész, amit ezzel a kommunikációval igyekeztek felépíteni, a magyarságképet, aminek a tökéletes reprezentációjává igyekszik válni Orbán Viktor, az ideáltipikus magyar, aki mind a privát személyiségével is a magyar értékeket közvetíti, mint pedig a politikaival, és ezzel meghatározza azt, hogy mit is jelent magyarnak lenni, és mi az, ami nem tartozik már ide, ki az, aki már nem magyar, és ezzel megteremti azt az egységet, aminek azt a közösséget, aminek a megmentője lehet. A megmentéshez pedig az kell, hogy legyen egy folyamatos krízis, amivel szemben állunk, és ezeket a kríziseket pedig personifikálja, tehát hogy adjon hozzá egy olyan személyt, akinek a megjelenítése a szimbólummá tud válni egy ellenség képében, akit mindig le lehet győzni újra és újra, és mindig fenyeget minket, és azáltal várhat így a nemzet megmentőjévé, hogy tulajdonképpen a krízisek szülik mindig a profétákat, tehát hogyha a társadalmi rend ingadozni kezd, akkor bukkannak fel, akkor amikor arra van szükségünk, hogy valaki megmentsen minket, akkor odáll és megment minket. De ez egy tudatos játék, viszont nem. Ez abszolút tudatosan van Orbán Viktornál építve, hogy ő egy a nemzetnek a megmentőjévé vált így az évek során. Szóval, hogy 2002-ben, amikor elvesztette Orbán Viktor a választást, és meg is lepődött ezen, ugye akkor volt egy nagy átalakulás, hogy volt három beszéde egymás után, a választás után, a választás köré, amiben elmondta azt, ugye ez úgynevezett haza nem lehet ellenzékben kérdés, ugye ott van a nagy váltás, amikor azt mondta, hogy aki nem, tehát ő a haza, tehát mindenki más, aki nem ez, az ugye ki van ebből zárva, és akkor ez a teljes térfoglalás abból, hogy aki nem, ez először a haza, aztán a nemzet, aztán ennek voltak még különböző lépései, aki nem ebben van, az nem is magyar, nem is része, és ez egy nagyon tudatos munkának a gyümölcse, azt nem tudom, de miért olyan szabad gyümölcs, hogy egyedüliként uralja, és amit mondasz, nagyon fontos, hogy ki a magyar, ez lényegében átengedődött arra, hogy ezt a Fidesz valamilyen módon definiálja, nem? Tehát hogy igazából az ő ilyen definíciós rendszerében próbál a ellenzék is mozogni, nincsen igazából neki magyarság ilyen gondot, hogy akkor a magyar, milyen a magyar, vagy milyen akár nem fideszes magyar. És ez egy nagyon komoly munka, ami egyébként borzasztó, de mint politikailag sikeres. Igen, és ez szerintem hozzátartozik az is, hogy a szavak leuralása, abszolút, a nemzeti szimbólumok leuralása és hozzákapcsolása ehhez a magyarságképhez.
Abszolút. Tehát, hogy lényegében azok a szavaknak a teljes birtoklása, ami pozitív színben vannak, és az ellenség, de ez egy tudatos munka, tehát ez egy itt, hogy mondjam, szociálpszichológusokkal és nyelvészekkel játszott munka kezdettől fogva, hogy mik azok a szavak, amiket szeretne a Fidesz használni, mit szeretne sugározni. Ugye óriási munka van abban, hogy ezeket a szavakat jól kiválasztják, nem mindig sikerül, de azért általában azért sokat tesztelik, és lényegében ez például a nemzet, haza, ország kérdéskör, ez 100%-osan van már uralva. Következő képet nézzük meg, az a, ugye ez a, igen, ez a, igen. Ez már, hogy mítosz-e vagy nem, az egy másik kérdés, de ugye ez is egy, na, igen. Hát ez tulajdonképpen az ellenzék képtelenségének a mítosza, uh-huh. hogy itt vannak olyan ellenségképek, akiknek a legyőzés egy dicsőséggel jár, és vannak azok az ellenségek, akikkel nem is érdemes egy ringbe szállni, hiszen nem vagyunk egy súlycsoportban. Uh-huh. És ez látszik itt, hogy a humor eszközével, az elbagatelizálással próbálják azt a képet felépíteni, hogy az ellenzék önmagában képtelen a kormányzásra, nem arra, hogy jól vagy rosszul kormányozzon, hanem hogy egyáltalán. Igen, szerintem, vagy ebben van olyan, amit azt hiszem én is, hogy nevezhetünk mítosznak, de másrészt szerintem, hogyha a Gyurcsány Show-nak azokat a reklámokat nézzük, vagy azokat a megjelenéseit, ami volt a 22-es kampány időszakban, akkor azt látom, hogy igazából ez, ami a Gyurcsány Show volt, az már inkább szól arról a médiatérről, vagy arról, hogy milyen típusú tartalmakkal lehet átütni, vagy sem az inger küszöböt, és szerintem ebből a szempontból érdekes a Gyurcsány Show, hogy valójában az már szerintem igazából a mítosz az maga Gyurcsány, és akkor majd később beszéljünk erről is, és az pedig, hogy Gyurcsány Showként kereteződik, vagy emögé vannak tartalmak berakva, az már szerintem inkább szólt arról, hogy most éppen partikulárisan ebben a történelmi és médiatérben miként tudták eljuttatni a Gyurcsány mítoszt, vagy a Gyurcsány mítosz fenyegetését. De a másik meg szerintem, ami fontos, hogy most végigvettünk pár példát arról, hogy hogyan sikeres, vagy mi az, amiben működik a Fidesz mítosz teremtése, és szerintem néha beleessünk talán mi is abba a hibába, hogy túlhangsúlyozzuk a Fidesz kommunikációs gépezetének a sikerességét, vagy mintha ez egy ilyen tökéletes rendszer lenne, és szerintem ez fontos beszélni azért arról is, hogy ez nagyon meghatározott, hogy pont most Magyarországon ez működik, vagy ez sikeres. Nagyon érdekes volt pont, a lengyel választások után írtak arról több újságban is, hogy magyar spindoktorok dolgoztak a Kaczyńskiék kampányán, és javasolták azt, hogy legyen minél erősebb a polarizáció, hozzák vissza a migrációs témát, ugye használják ezt a népszavazási eszközöket, amik Magyarországon láttuk, hogy működtek, a nagyon erős polarizáció, a migrációval való fenyegetés és a népszavazás beidőzítése a választásokra. És pont arról cikkeznek a lengyel sajtóban most, hogy a magyar spindoktorok tanácsai fordítva sültek el, tehát valójában az ellenzék számára tudtak mozgósítani, mármint a lengyel demokratikus ellenzék számára, és ezt csak azért mondom, mert szerintem nagyon fontos az, hogy mi az a társadalmi közeg, amire egy kommunikációs eszköz ráépül. És hogy például Magyarországon az, amiről beszéltünk, hogy az erős érzelmek, a gyűlölet, a nagy ellentétek azok, amik ott esetben mozgósítani tudnak. Pont most például a lengyel választásokon azt lehetett látni, hogy részben a konszenzusról való beszéd, vagy a valamilyen fajta ilyen nemzeti egység, a politikának a hevületének a lejjebb tekerése volt az részben, ami ott esetben mozgósítani tudott. Vagy egyébként nem is csak arról van szó szerintem, hogy átfogóan néha nem működnek a fideszes módszerek, hanem hogy az ő gépezetükbe is becsúsznak hibák. Tehát most például szerintem ezen a héten, amikor Kocsis Mátét elkapták a reptéren, amikor jön haza október 24-én, miközben az internetes kommunikációjában úgy tűnt, hogy ezen a fontos nemzeti ünnepen és emléknapon a Kossuth téren van, és a pártját támogatja, aminek egy fontos alapmítosza 56, és nagyon fontos alapmítosza ennek a teljesen antikommunistára, antibaloldalira mosott verziója, akkor a Fidesz frakcióvezetője krétán nyaral, egyébként a Fidesz egy másik legfontosabb véleményvezérével, Bayer Zsolttal együtt. És
hogy szerintem az, hogy vannak inkonzisztenciák, hogy vannak ellentmondások, hogy vannak hibák a Fidesz gépezetében, néha azért erre is érdemes szerintem reflektálni. A kérdés ilyenkor inkább az, hogy van-e olyan politikai erő, ami utána ezt a hibát, vagy ezt a tényleg olykor a mítosz legmélyére menő ellentmondást ki tudja hangosítani, föl tudja ráhívni a figyelmet, és esetleg el tud-e bizonytalanítani bárkit, bármilyen Fidesz szimpatizánst abban, hogy mennyire hiteles a Fidesz vagy a kormány. Visszafelé haladok. Hogy persze vannak hibák, elkövetnek hibákat, de szerintem addig, amíg Orbán Viktor nem követte el hatalmas baklövéseket, addig teljesen mindegy. Vagy amíg azokat a baklövéseket be tudja építeni a saját karizmájába. És a Gyurcsány Show abban teljesen igazad van, hogy itt van egy kis változás az alapmítoszhoz képest, de Gyurcsányban szerintem szimbólumként jelenik meg, tehát hogy ő a mítosz egyik összetevőjének, tehát hogy ő egy fontos eleme a mítosznak összetevőként. Viszont itt a Gyurcsány Show-nál, amit megnéztünk, vagy megnézhetünk a Mini Ferivel együtt, ez egy nagyon érdekes szinkretizmus, vagy szelekciós elv azzal kapcsolatban, hogy itt van egy nagyon erős kultúripari háttértörténet, az Austin Powers-el, ami egy érdekes elemet hív elő, a humort, és ennek a célja az, hogy a már nagyon ősgonoszként megjelenített Gyurcsány Ferenc mellé oda tett Mini Feri továbbra is egy nevetséges színben tűnhessen fel, hiszen ez is azt segíti elő, hogy azt képviseljük, hogy mi nem vagyunk egy szinten, nekünk nem kell egymással megharcolnunk, mert nevetséges vagy, nem az ellenségem. Egyáltalán nem tökéletes a Fidesz gépezete, sőt, de ugye ők azt a munkát elvégzik, amit egyébként bárki más is elvégezhet, hogy a politikát úgy nézi, hogy hova szeretnénk eljutni, mi a helyzet, kik az ellenfeleink, az ellenfeleink milyen tulajdonságokkal bírnak, mit kell ezen felülírni. És amikor a Fidesz elkezdte ezt nagyon tudatosan csinálni, valahol, amikor nagyon régen, amikor liberális pártból lett konzervatív párt, amikor ugye az MDF megszűnésével, vagy beesésével megnyílt a térszámokra, és át kellett menni oda erre az oldalra, akkor elkezdtek egy olyan munkát, ami aztán később persze ipari nagyságban folytattak, hogy például azt tudják a magyar társadalom, hogy én ugye egy családilag vagy értékében konzervatív társadalom, kicsit ilyen felülről vezérel, de egy nagyon sok mindenben baloldali gondolkodású, vagy baloldali érzékeny, ugye az egész Kádár rendszerhez való hozzáállásában például magával hozó tulajdonságokkal bír. És van az ellenfelünk, akkori ellenfelünk, ugye az, amikor mondjuk a Magyar Szocialista Párt, akit azt tudták az emberek róla, hogy hiába kicsit avít, meg olyan nem tudom, micsoda, most már nehéz róla elképzelni, de ez volt a 2000-es években, de ők tudnak kormányozni, az emberek érdekeit képviselik. És ugye ezeket ők tudnak kormányozni, emberek képviselik. Ezt kell lerombolni. Ehhez kell építeni mitológiát, szóhasználatot, fegyvereket, képeket, stb. És ugye az első ilyen lépés az volt, amikor a baloldalt, mint kifejezést, ami egyébként nem volt egy negatív fogalom Magyarországon, sőt, hiszen mondom még egyszer, a minden kutatásom még most is az látszik, hogy ennyi év Fidesz rendszer után az emberek azért baloldali gondolkodásúak, elkezdték jelzőkkel aggatni. Dollár baloldal az a legújabb, luxus baloldal, bankár kormány. És tudom is tovább mondani. Ugye az, hogy egy pozitív dolgot berakni gyorsan egy negatívba, keretezni abban, hogy ők képtelenek erre, hogy ezt csinálják. És innentől kezdve ez egy megállás nélküli szóhasználat. Ugye jöttek a horgony élmények, ugye nem kellett őket keresni, azért jöttek, de ezeket ők, amikor megjöttek, így néztek rá, hogy igen, ezekből ezt kell felnagyítani, ezt kell használni, ezen kell rugózni, és el kell kezdeni azt csinálni, mint még egyszer ezt ellenzékből történt, hogy teljesen diszkreditálni az ő kormányzásukat, mert így tudnak ők később hatalomra kerülni. És onnantól kezdve, amikor 2010 óta kezdve az ipari szinten megy, akkor nem zajlik más, mint korábban, csak több ember dolgozik azon, hogy azokat a szavakat, mitoszokat, karakterológiákat találni folyamatosan az ellenfélről, vagy ellenségről az ő szempontjukból, amiket ki lehet használni. És a Gyurcsány, mint kérdéskör, ugye az ez, egy használati tárgy ebből a szempontból az ő kommunikációjukból, hogy mindig hozzájuk kell visszakanyarodni. És amikor meg, amit beszéltünk, hogy a Gyurcsány Show vagy Mini Feri, és ezért van egy kis vitám veled, szerintem ez is egy mítosz, de az is egy eszköz, hogy teljesen nevetségessé tenni valakit, de hogy
teljesen. Ugye ez egy nagyon-nagyon erős kifejezés, amikor valaki megsemmisítően nevetségesé teszi az ellenségét, vagy az ellenfelét, most ez persze kérdőjel, mert azt mondja, hogy ő teljesen alkalmatlan valamire, tehát egy leradírozni, és ez már egy újabb szint. Ugye itt volt egy ilyen kis kanyar ebben az egészben, hogy ez a nevetségesség, humor hogyan jön be az Orbáni világba. Ez már ez a finomabb verzió, ugye, mert hogy voltak azért erősebb verziók, ugye a 15-ös migrációs kérdésben, amikor a mosolygó főgonoszként tekint rád le Soros, ugye ugyanebből a kottából játszva, de hogy ugye vannak hibáik, persze, hogy vannak hibáik. Ott van például, hogy nem menjünk messzire, a keményen dolgozó kisember, mint kampány. Ez 15-ben volt, egy pillanatig elkezdte mindenki, ugye szokásos módon, Orbán Viktor szerintem mindig elhiszi azt, amit éppen képviselni akar. Ez egy különleges politikai képessége, ha létezik ilyen, hogy ő nem csak játsz ezeket a szerepeket, hanem a szerepeket szerepe végén el is hiszi, és az ő egész változása is erről szól, hogy mindig beleéri magát abba, amit csinál. Ezért tud vele egyébként a tábora is jönni olyan helyzetekben, amikor egymásnak teljesen ellentétes dolgok történnek, akár napokon belül. De akkor például az nem működött. Az látszott, hogy ez elindult, keményen dolgozó kis ember, akkor dobjuk el. De ugyanez volt korábban, mondjuk, amikor még ellenzékben voltak, hogy az a karakter, amit felvett magára Orbán Viktor, amit kitáltak számára, az nem működött, és látszott, hogy nem lesz. És akkor mennek tovább. Tehát hogy ebből a szempontból ez nem boszorkánykonyha, ez egy tudományos dolog olyan szempontból, hogy kell csinálni, valamikor az ember elbukik, akkor újra kell tervezni, de hogy dolgozni kell rajta. Tehát ez inkább egy politikai csinálási kérdés, és azért beszélgetünk szerintem erről, hogy ezt meg kell érteni, és fel kell hozzá nőni, tehát kell tenni hozzá a másik oldalt. Abszolút, szerintem a humor az egy érdekes kérdés, és csak én nem is csak azt látom, hogy adott esetben olyan hibáik vannak, mint amiket az előbbiekben mondtam, hanem hogy sokszor én azért azt is észreveszem, hogy amikor a Fidesz vesztésre áll, vagy amikor gyengébb pozícióban van, akkor azért önmaga, tehát egy elég röhelyes akciókat tudnak végrehajtani, vagy amik nem működnek. Tehát az, amikor mondjuk a 19-es önkormányzati választási kampányban Karácsony Gergelyt próbálták kizökkenteni, meg lejáratni ezekkel a parkolórának öltözött aktivistákkal, vagy a cirkuszos autók, amikor megjelentek, vagy próbálták megzavarni az eseményeit. Én alapvetően azt láttam, hogy ez igazából valójában nem tudott mozgósítani a Fidesz számára, sőt, egyébként szerintem, ha valami, akkor az ellenére sült el. És egyébként, amikor azt nézzük, hogy mondjuk adott helyeken a Fidesz ellenzékben van, vagy egy gyengébb pozícióból próbál politizálni, abban én nem feltétlenül látom, hogy lennének megoldásaik ennek a megfordítására, és csak ezért is mondom, hogy szerintem fontos néha megnézni ezt az oldalát is a Fidesz kommunikációjának, amikor igenis falnak mennek dolgokkal, amikor besülnek akciókkal, és hogy ez szerintem olyasmi, ami talán kevesebb... Hát persze, hiszen ugye ezek emberek által gyártott dolgok, szóval hogy itt emberek vagyunk, akik hibáznak. Én azt próbálom mondani, hogy ez egy tanulható szakma. Tehát nem az van, hogy ők egy boszorkánykonyhába különleges eszközökkel, amiket a Holdról hoztak, csinálják, hanem végtelenül egyszerű eszközökkel dolgoznak, amiket csak meg kéne érteni, és kéne hozzá mellé tenni egy választ. És bocsánat, utolsó gondolat ebben. A bohóc, mint megjelenő forma, ugye ez nem csak itt a Jakab Péternél kezdődött el, korábban is emlékeztek arra, amikor a plakátokon ez csak egy ilyen bohóc így megjelent, így az emberek mellett voltak ilyen képek, hogy oda voltak rakva. Hát az a az nem pénzbe kerülő dolog. Szóval az egy kreatív kérdés. Ezt a dolgot más is képes lehet erre, hogy valaki a bohócot, ha az a bohóc akkor ott jól tudni működni, vagy nem, az egy másik kérdés. De hogy ezek hát igen, meg hogy elveszük a jelentőségét egy választásnak azzal, hogy az egészet cirkusznak nevezzük, az szerintem a visszájára is tud elsülni. Tud. És szerintem például 19-ben a főpolgármester választásnál szerintem részben ez történt. Részben. Jó. De akkor, ha ezen túl vagyok, akkor most nézzük meg akkor kicsit jobban, hogy hogyan működik a gyakorlatban. Ezt hoztunk egy sokornyi politikai reklámot az elmúlt pár évből. Nézzünk rájuk, hogy akkor hogyan van ez a gyakorlatban, a vizuális része hogyan működik ezeknek. Itt és más. Tiszta lappal. Fiatal demokrácia. Új Magyarország. Szavazz a Fideszre.
Az élethez az kell, hogy az lehess, aminek születtél. Szabad ember. Hogy te dönthesd el, hol élsz. Hogy megtalál saját lehetőségeidet. Miben hiszel. Hogy magadban is bízhass. Miről álmodsz. Hogy ne csak a múlt eszményei vezessenek. Ez a liberalizmus. Az eszme, amely most új életet teremthet. Megmutattuk, hogy nem egyszerűen csak pénzt tudunk osztani, hanem képesek vagyunk átalakítani intézményeket, szabályokat a hétköznapi emberek érdekében. Persze, hát tele vagyunk még tennivalókkal. Az országnak nem az az érdek, hogy visszaforduljunk. Az országnak az az érdeke, hogy 10 millió ember átélhesse azt az örömöt, hogy előre is messzebbre jutunk. Új helyzet állt elő. Mivel a kormány a választások előtt eltitkolta az igazságot, csak az első forduló után derült ki, hogy a költségvetés összeomlott. Ha nem változtatunk, tömeges elbocsátások és elszabaduló árak várnak ránk. Pénzhiányra hivatkozva még a kórházainkat is el fogják adni. Most csak Magyarország számít, nem az én ambícióim, nem a pártom érdekei. Összefogás és nemzeti kormány kell, hogy elkerüljük a válságot. Magyarország számít önre. Lehet magyar a bolti paradicsom. Lehet zöld a fekete munka. Lehet olyan országban élni, amely büszke múltjára, de van jövőképe. Kétszeresére nőtt az államadósság. Évente 32 ezer erőszakos bűncselekmény történik. Magyarország valóban többet érdemel. Itt az idő. Fidesz. A Gyurcsány korszak tele volt kudarcokkal. Miért fordulnánk vissza? Ne hátra! Előre menjünk! Magyarország ma biztonságosabb és erősebb, mint 2010-ben volt. Van mit megvédenünk. Előre menjünk, ne hátra! Április 3-án szavazzunk a Fideszre! Na, hát van itt minden. De az érzelmek szempontjából, hogy a kezdeti Fidesz és az utolsó Fidesz, meg amiket látunk, próbáltunk úgy válogatni, hogy legyen minden, amit tudunk beszélgetni. Szerintem ezek milyen fajta érzelmeket közvetítő reklám? Hogyan változott meg Magyarországon ez a fajta kommunikáció? Mit lát ezekben? Ugye az elején egy nagyon pozitív érzelmi töltetű reklámot látunk, ahol egy csomó megnyerő és nagyon szimpatikus fiatal igyekszik meggyőzni minket arról, hogy őket választunk azért, mert ez jó lesz. Ráadásul ott van egy már akkor is sláger dal a háttérben, ami nagyon jól elő tudja segíteni a megjegyezhetőséget, az, hogy magához a slágerhez kapcsolt érzések aztán hozzá is kapcsolódjanak a párthoz, illetve az üzenethez, és erre rá is fekszik aztán később a hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre szlogen. Aztán elkezd itt is megjelenni az a nemzetközi trend, hogy a pozitív üzenetek helyett, vagy a komparatív reklámok, vagy pedig a teljesen negatív érzelmi töltetű fenyegető reklámok jönnek el, amik már azért dolgoznak, hogy megmutassák, hogyha minket választasz, akkor mi lesz az oké, és mi fog történni, mi lesz a jó, viszont hogyha nem minket választasz, akkor milyen szörnyűségek fognak bekövetkezni. Itt a komparatív reklámoknál a kettőt látjuk egymás mellett. Viszont aztán eljutunk odáig, hogy már csak negatív üzenettel dolgozik, és már csak azzal, hogyha nem minket választasz, akkor milyen szörnyű krízisek fognak bekövetkezni. Ez is egy abszolút a kereskedelmi reklámon is megjelenő technika, hogy a termék megvásárlásával milyen pozitív előnyök jönnek el, és a termék megvásárlása, tehát a termék megvásárlásának elmaradása az milyen negatív következményekkel jár. Hogyha az LMP reklámot megnézzük, ott pedig szintén azt látjuk, hogy ez is egy nagyon reklámos, vagy kereskedelmi reklámos technika, hogy a célcsoport megjelenítése egy olyan életkörnyezetben, egy olyan stílusban, éles stílusban, ami az ideális, a vágyott, ami a szavazással fog bekövetkezni. És van benne kettő, ami nagyon érdekes, az egyik szemét nagyon még 20 év után is nagyon jól működő, vagy akkor jól működött reklám, egyikre az egyik legsikeresebb reklámja, reklámkampánya 2004-es EP választáson volt, ami ugye pont arra fókusz, amit mondtál, hogy van egy célcsoportom, van egy szó, amit éppen akkor még jobban hangzott, mint most, ez a liberalizmus, és annak van egy ilyen nagyon feeling hangulat, egy nagyon akkor ugye 20 éves, nagyon modern hangulatú reklám volt, ami pont annak szó, hogy van az én szavazóbázisom, fiatalok, és adsz egy ilyen hangulatot.
Szerintem ez egy tök érdekes, hogy ez hogyan kopott ki, vagy miért nem használják ezt a fajta nagyon primer érzelmekre ható, nem negatív érzelmekre ható, hanem inkább ilyen összetartozásos kérdéseket most a pártok. Miért nincsen, ugye senkinek nincsen igazából ilyen szempontból, nem senkinek, de az ellenzéken belül keveseknek van ilyen nagyon ideológiai és nagyon érzelmi töltetű mondani valója. Ez ugye eltűnt volna, mindenki mindenkihez akar egyszerre beszélni. A másik, ami szerintem viszont, amit mondtál, hogy hibázik azért a Fidesz gépezet. Na most ott van a 2006-os két forduló közötti Fidesz reklám. Orbán Viktor ül egy asztalnál, mint egy vert seregnek az egyik ilyen képviselője, és hát egyrészt, hogy a metakommunikációja abban, hogy teljesen borzasztó egyébként, amiket mond, az teljesen aszinkroma van abban, ami az arcára van írva, és lényegében olyanokat mond, amiket a politikai tankönyvben, mint hogyha ellene menne, hogy az hát nem az én személyes brandem, vagy az én jólétem, vagy a pártomnak a kérdés, ez a mindannyiunknak a kérdése. Ugye ezt a választás el is veszti, kis ilyen, de azért elveszti, de ez egy rossz dolog. Ott egy hibás karakter, szerepben kívül van, üres, és aztán hazud. Tehát látszik, hogy van benne egy hazugság. Hogy győzni akarok, ez szerintem az egyik alapvető tartalom, amit közvetíteni kéne, és ehelyett egy ilyen semleges, szinte szakértői, magányos pozícióban jelenik meg Orbán Viktor, amit szerintem teljesen megváltozott mostára, meg a teljes kommunikációjuk megváltozott, és szerintem ezt jól lekövették szintén ezek a reklámok, hogy volt egy ideológiai fordulat is, vagy mozgás a Fidesznek mind a kommunikációjában, mind a politikájában, mind egyébként a bázisa is megváltozott, és erről már beszéltél is, Bánt, hogy a politikai mezőben is egy új teret próbáltak elfoglalni, és szerintem ez a fajta mozgásuk, ez talán a legsikeresebb ilyen típusú váltása volt a magyar politikának. A másik, ami eszembe jut, mint ilyen példa, az szintén a jobb oldalon, ugye a Jobbik próbálkozott azzal, hogy egy szélső jobboldali imidzsel, kommunikációval, ügyekkel, és hát akár erőszakos tevékenységgel fellépő viszonylag tényleg azt mondhatjuk, hogy ilyen neofasiszta elemeket használó pártból próbáljon meg a vizslával, meg a cukiság kampánnyal, meg egyéb eszközökkel néppártosodni, meg hogy alapvetően egy kormányzó igénnyel föllépni, és ez meg hát csúfosan bebukott, és ez nagyon érdekel, hogy látjátok ezt a két kísérletet az ideológiai, meg image váltásra, mi az, amitől a Fidesznek sikeres volt ez a mozgása, a rendszerváltás után, és mi az, ami miatt a Jobbiké végül bebukott? Én maradnék a marketing és analógiánál, hogyha az előbb ezt már elkezdtük a reklámok kapcsán, hogy szerintem nagyon fontos ahhoz, hogyha az ember szeretne egy új terméket létrehozni a piacon, vagy akár frissíteni az adott terméknek az arculatát, vagy az egyedi termék tulajdonságát megváltoztatni, akkor ismeri azt a piaci szegmenst, ahova igyekszik betörni, és ott milyen szereplők vannak, és hogy ki tudja elégíteni a fogyasztóknak azt az igényét, ami miatt egyébként már kialakult egy olyan bázis, ami arra szól, vagy ami azért van pontosan, mert hogy van egy egyedi termék tulajdonság is, hogyha azt megváltoztatom, akkor mi fog történni, akkor hova fognak menni, vagy tényleg az volt a legfontosabb elemem. És itt a Fidesz szerintem egy jól felmérték azt a piaci szegmenst, ahova kvázi be akartak törni, és ezért nagyon jól sikerült ez az újra pozícionálás, viszont a Jobbik esetében pont az volt az egyedi terméktulajdonság, amit említettél, és annak a megváltoztatása az egyszerűen nem működött azáltal, hogy ez volt az, ami bevonta az ő célcsoportjukat a leginkább. Igen, meg hát a másik, hogy oda akartak benyomulni szerintem, ahol már a Fidesz ott volt, és gyakorlatilag verhetetlen. Tehát a mérsékelt jobb oldalon egy új erőt próbálni létrehozni a Fidesz ellenében, az szerintem egyszerűen nem volt meg az a tér politikailag. Igen, és ugye az, hogy ez a mindennapjainkra, vagy a mostani időszakra is levetíteni, pont az, hogy a Fidesz megállás nélkül megpróbálja megismerni a szavazóit.
és nevelni őket, és hozzájuk idomulni, vagy őket egymáshoz idomulni. Ez egy hosszú-hosszú folyamat, rengeteg lépcsője van, rengeteg hiba is volt benne, meg probléma is, de mégis állandóan próbálkoznak vele. Az ellenzéki oldalról, amit én mindig itt hiányolunk, és próbálunk segíteni ebben, hogy hogyan lehetne ezt csinálni, hogy az ember megismerje a saját szavazóit, mit szeretnének, milyennek kéne lennünk, hogyan tudjuk őket összefogni. És most ezt nem jutott egy fontos ilyen kérdés. Itt van például a Momentum. Ugye a Momentum 17-ben alakult, és ugye most már ugye 23 évvége van, és még mindig nem tudja szerintem saját maga sem, vagy nem ismeri kimondani, hogy hol van az ő szavazó bázisa, hogyan kéne hozzájuk beszélni. Ez egy ideológiai szavazóbázis, egy hangulatos szavazóbázis, ez egy bármilyen fajta, tehát hogy nem tud hozzájuk igazából szólni, vannak ilyen szavaik, de nem egy tudatos végezvit stratégia, nem egy átgondolt, nem megismerve az ő lelkületüket, hogy ők hogyan lehet hozzájuk beszélni. Szerintem ez megint olyan dolog, ami persze megint mindig jön a Dávid és Góliát kérdéskör, hogy ugye pénzkérdés vagy nem pénzkérdés. Ez nem akkora pénzkérdés, mert nem lehetne megcsinálni, hogy az ember erre koncentrál. És ugyanez az ellenzéki szavazónak a kérdés, és hogy hogyan tudod őt úgy megszólítani, ami érzelemmel szólítasz meg abban, hogy ez jó és rossz harca, oké, ez rendben van, hát ezt hallgatjuk nem tudom hány éve. És ugye az, ami tök érdekes, hogy az ellenzéknek, vagy a nem Fidesz oldalnak egyébként sikerült ezt berakni, ezt a vágást, nagyon régen volt, de 98 és 2002 között, amikor Orbán Viktor éppen a jobb oldalnak volt a vezetője, akkor az akkori MSZP-SZDSZ által generált ilyen vágás rajta, hogy ő a diktátor, hogy aki nem hajlandó semmit se, csak mindent maga csinál, az működött. Tehát ugye 2002-ben egy olyan ember győzte le, aki igazából nem tudott elmondani egy bővített mondatot sem. De az emberek inkább bíztak Megyesi Péterben, aki kicsit azért olyan, hát olyan ütött, kopott, meg olyan kedves, nem tudom micsoda, de mégis nem az a... Nem az szociális üzenetek. Ezek csomagok, de hogy mégis a omnipotens vezetőből egy nem kevésbé potens vezetőre cserélték le, azért, mert az a lejárató kampány ellene, sok minden más, működött, betaláltak abba. És ugye az a 8 évnyi MSZP-SZDSZ kormányzás kellett ahhoz, hogy utána az emberek ezt elfelejtsék, és inkább szerettek volna olyan valakit, aki aztán újra, nem tudom, két kézzel fogja a kormányt, és egyedül fogja, ugye, mert ugye az első Fidesz képen egy csoportban van, utána már a többiek már megszűntek mellőle, és csak egyedül van. És beszéljünk szerintem akkor az intézményeiről is, annak, hogy hogyan működik a politikai kommunikáció, és ebben szerintem a Megafon egy olyan, ami kiemelt jelentőségű, meg kiemelt figyelmet is kap, akár szerintem túlzottan is az ellenzéki közösségben, nyilvánvalóan nagyon erős üzenetekkel, nagyon erős érzelmi hatásokkal dolgozik, eléggé káros üzenetekkel nyilván, és szerintem van egy ilyen érdekes jelenség, hogy az ellenzéki nyilvánosságban egyszerre van egy túlbecsülése annak, hogy a Megafon mennyire tudhatni, mennyire mozgósít választásokon. Másrésztről pedig van egy nagyon egyértelmű távolságtartás bármilyen hasonló eszköznek a használatától, vagy én nem tudnék fölidézni most hirtelen egy olyan párt elkötelezett, vagy kifejezetten ellenzéki politikai aktivistának tekinthető influencert az ellenzéki oldalon, mint amilyenek mondjuk a Megafonnak a véleményvezérei, most nevezzük így. Nagyon érdekel, hogy látod a Megafon szerepét így a magyar politikai kommunikációban, vagy a specifikusan hogyan látjátok a politikai influencerkedést, akár globálisan, akár Magyarországon? A Megafonnak van egy olyan vélt vagy valós szerepe, hogy azokat az üzeneteket, amiket egyébként a kormánynál is láthatunk, és közvetít, ezt át is veszik ezek az influencerek, és ugyanaz a szóhasználat nagyon sok esetben is ezzel nagyon meg tudják erősíteni az üzeneteknek a tartalmát kampányidőszaktól függetlenül. És olyan negatív üzeneteket is meg tudnak jeleníteni, amit mondjuk nem lehetne egy kormányhoz köthető, konkrétan kormányközeli szereplőhöz, vagy frontpolitikushoz, vagy frontpolitikus szájába adni, hiszen az visszatetszést válthat ki, hogyha konkrétan ezek a személyek végeznék azt a karaktergyilkolási munkát, amit egyébként sokszor megfigyelhetünk a megafonos influencereknél, és így elkerülhető az a
visszanes probléma, hogyha a karaktergyilkolást egy Fidesz politikus végezni, akkor tulajdonképpen ugyanúgy beszállna ugyanabba a ringbe, amit igyekszik eltagadni, hogy egyáltalán egy súlycsoportban van ezekkel a szereplőkkel. Nem tudom, hogy mennyire hat tényleg a választókra, és milyen mértékben a Megafon, erről jó lenne egyébként egy kutatást készíteni, de azt nem lehet egyébként szerintem eltagadni tőlük, hogy egyszerűen vannak emberek, akiknek ezek az üzenetek kellenek, és tetszenek nekik. És az, hogy az ellenzéki oldalon nincsenek ilyen politikai influencerek, az egy fájó hiánya az egész ellenzéki politikai kommunikációnak. Miért nincs szerinted Bálint ellenzéki Megafon, vagy ellenzéki politikai influencer? Kicsit korábbról kezdem. Szóval a Megafon egy válasz volt arra, amit egyébként te is mondtál, hogy 19-ben az önkormányzatlászás nem veszítette el az ellenzék, hanem megnyerte többek között azért, mert nagyon profi és jól szervezett Facebook kommunikációt végzett. Annyira profi volt, hogy például Talós Istvánnak nem volt Facebook oldala 19-ben, amikor már nem tudom hány millió ember volt Magyarországon a Facebookon. És erre volt még egy válság stáb a Fideszben, és erre egy reakció volt, hogy oké, akkor csináljunk, akkor tanuljuk ezt meg, szerződjük le a legjobb hozzáértőket külföldről, tanuljuk meg, hogy a social media hogyan működik, ott vannak egy csomó szavazók, akkor lépjünk ebbe bele, szervezzük ki, ugye akkor egyrészt lehet ütni anélkül, hogy az ember fideszes politikus legyen, kettő, be lehet tömni most már lassan több mint 3,5 milliárd forintot, akkor ez egy ilyen közösségként tud működni, mint a független lenne. Ugye ez is van egy ilyen játék a Fidesz, hogy vannak ilyen függetlenített szervezetek, Alapjogokért Központ, Megafon, ilyen-olyan intézet különböző szakpolitikai elemzés, ugye ez igazából mind egy, ez a Fidesznek a rendszere. És ők elkezdtek ezt komolyan venni, tanulni, rengeteg pénzt áldoztak erre, rengeteget, és ugye itt az a régi szabály érvényes, ami nem mindig érvényes, ez általában igen, hogy a mennyiség és a minőség, itt a mennyiség a fontos. Tehát amikor elárasztják az internetet ők, akkor ebben egyrészt egy dominancia harc, és kettő pedig nem lehet őket kikerülni sem. És ők is hibáznak, meg ők is mondanak néha hülyeségeket, de ugye minden hiba, hogyha másik valaki tudja ezt használni, tud valaki rámutatni. És ugye ez egy ha valaki belép a Megafonba, az egy komoly elköteleződés a Fidesz mellett, ugye, hogy igen, itt vagyok, fogok ettől pénzt kapni, nem tudom, akkor részvevők ennek a csodálatos show-nak, és az, hogy nincs az ellenzéknek válaszolva a kérdés, ez ugye megint struktúrális probléma, egyrészt ki az ellenzék, tehát ki az, aki ezt az ember csatlakozna, melyik az a párt, akinek szeretne lenni az influencere, kettő pedig ugye ez a megvédettség kérdésköre, hogy én kimegyek és elkezdek harcolni a fakardommal a fideszesek ellen, akik utána ki fogják ezt szerkeszteni, hogy a anyukámnak, a testvérnek a férje mit csinált 93-ban az akkori APEC-ben, és tudnám tovább is mondani, és utána ki fog engem megvédeni. És ez igazából ez egy szervezettségi kérdés, meg egy elhivatottsági kérdés, hogy hiába lenne akár, szerintem sok olyan fiatal, aki szívesen beszállna egy ilyen rendszerben, mert tele van a hócipője mondjuk a Fidesszel, vagy akár az ilyen, azért ezek nem annyira a szexi dolog igazából a Megafon, inkább egy nagyon erőltetett, de nagyon nagy erővel erőltetett, hát egy ilyen, nem mindegy, szóval egy erőltetett társaság, de hát ehhez akkor meg kell teremteni hozzá, és ami egy nem pénzkérdés, azt a fajta védelmi rendszer, hogy az emberek megérje belépni ebbe. Térjünk akkor rá a főszereplőkre, akik az elmúlt 30 évben, hát jó vagy rosszul meghatározzák az életünket. A kettőknek a fura, hát pávatánca az elmúlt 30 évnek a története. Kezdjük akkor Orbán Viktorral. Ha nem tévesztjük szem elől 56 eszméjét, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről. Módszertani kérdésekről akarok csak beszélni. Sok baj van ma a magyar politikában, az egyik az, amikor azt gondoljuk, hogy úgy tudjuk egymást diszkreditálni, hogy mondunk egy véleményt, amiről azt állítjuk, hogy ez egy erkölcsi alapon megfogalmazott vélemény, ez a miénk. Utána azt mondjuk, hogy a valóságban történt valami, ami ezzel nem egyezik. Tehát nem mondjuk meg, hogy mi az a valami, ami megtörtént. Úgyhogy nekem nincs miért védekeznem, és nincs mi ellen védekeznem. Anton József az valahogy szemérmes ember volt. Tehát, hogy nem, ha dicsért is, az nem úgy volt, hogy valami jót mondott neked,
hanem valahogy hogy kiérezted, hogy mintha megdicsért volna. Azt mondta, hogy az október elsői választások az mérföldkő lesz a magyar politikai életben, hiszen aki megnyeri a választásokat, az bebizonyítja, hogy neki van helye tulajdonképpen a hatalomban, és most természetesen sematizáltam. De ilyet nem mondtam, és ezzel a mondattal nem értenék egyet, bocsánat. Én azt mondtam, hogy a mostani helyzetben, miután egy feszült politikai helyzet van Magyarországon, a helyi vezetők megválasztásának kérdése mellé oda került az emberek fejébe a helyzetről való állásfoglalás. De aztán megépítettük a kerítést, ezt ma megnéztem. Saját szemeimmel láthattam, hogy ez egy komoly építmény. A világ bármely országa megirigyelhetné. Képes arra, hogy fizikai erőszak nélkül is megvédje Magyarországot. Jelentős hitelfelvétel tervez a kormány jövőre. Ember, most jövök ki a templomból. Most jövök a brüsszeli csúcsról. Ilyen zűrzavart már régen láttam. Teljes káosz. Na, szóval hosszan tudnánk beszélni Orbán Viktorról, szerintem több műsort is. Kizárólagosan abban beszéljünk most, hogy hogy lett az ő nyelvhasználatát, hogy hogyan alakult ő át, mivé lett most inkább ilyen mitológiai szempontból és mitosz szempontból az elmúlt 30 évben. Ugye Negyimre teremtésén elhangzott beszéd volt az, ami sikeresen megalapozta ezt a hős mitoszt, amit most is láthatunk, azt gondolom, és ugye itt aztán a rendszerváltó Orbán Viktorral kereteződő, tehát ez a történet, amikor gyakorlatilag becsukta a szovjet csapatok mögött az ajtót ezzel a beszéddel, és ott egy fiatal, nagyon erőteljes és nagyon bátor politikusként jelent meg, és ez a bátorság az, ami elkerülhetetlen ahhoz, hogy tényleg aztán kialakulhasson körülötte az a hős archetipussal való asszociáció, aminek az alapja tulajdonképpen az a séma, hogy ő a viszontagságok ellenére győzedelmeskedő hős, aki mindig szembeszáll az ellenséggel, ez egy freudi elszólás volt, és az aztán mindig győzelmet arat. És ez az egész az, ami sikeresen felépített azt a mitoszt, amiről már beszéltünk, hogy ő aztán lehet a nemzet megmentője, az egész magyarság, mint magyar nemzetnek a hiteles képviselője, a megbízható vezető, és ez a megbízhatóság, az, hogy ő hogyan lesz hiteles, ez komoly karakterépítési stratégiáknak az eredménye, az, hogy hogyan jeleníti meg a dominanciát, azt, hogy mennyire professzionális politikus, és emellett hogyan tud megjelenni olyan hétköznapi környezetekben is, mint például egy disznóvágás, az, hogy az ember most jöttem ki a templomból, hogyan vett át aztán az ellenzéki minél, és hogyan próbálta ellene felhasználni, és aztán hogyan fordította vissza egy olyan stílus elemmé, ami egyébként szerintem ennek a politikai karakternek a sajátja olyan szempontból, hogy teljesen mindegy, hogy milyen kontextusban, szituációban kell beszélni, ő egy kiváló szónok, ezt nem lehet tőle eltagadni. És van mellé egy olyan típusú személyisége, ami a humort is elég jól használja ezekben a szituációkban. Ettől szerethetővé válik. Uh-huh. Csak egy pár megjegyzés. Az egyik az, hogy szerintem az ő ilyen fejlődés, ez vagy valahogy én úgy írom le magamnak, hogy próbálom inkább keresni rá a megoldást, hogy ő egy ilyen szintézis teremtett, elkezdte egy ilyen a Kossuthi képként, hogy ilyen forradalmárként, hogy a magyar népek imádja a forradalmárokat egy ideig, aztán utána dobja őket, de volt egy ilyen Kossuth Lajosos, ilyen kiállok, feltűröm a galéromat és szónokolok. Szerintem ez egy tudatos építkezés volt akkor, hogy ő egy ilyen forradalmár szerepbe ment. Utána, amikor lett a váltás, hogy amikor a liberálisból lett konzervatív, akkor egy ilyen, ezt az ilyen, kicsit ez a nyugati mintát követve, hogy ő egy ilyen 30-as lipkonzi valaki, és itt kezdik az érdekesség, hogy szerintem amit keveset beszélünk arról, hogy ő meglátta azt, hogy a magyar, ugye ez volt, amikor elfoglalta, vagy amikor ő lett a Jobb Oldalnak az egyik vezetője, ugye a koalíciós kormányzásban, de akkor jött arra rá, szerintem, hogy a magyar nép azért mégiscsak Horn Gyulát választotta meg 4 évvel a rendszerváltás után vezetőjének, ugye egy olyan posztkommunista valakit, aki korábban ugye, akit egyébként leváltott ugye a magyar nép 89-ben, és neki, mint karakter, ugye egy ilyen Horn Gyulai karakteré kezd alakulni, aki mondom, aki baloldali elemeket ötvöz, de a tradicionális magyar vidéki életet is hozza, tehát hogy elmegy disznót vágni, meg pálinkázni, meg iszogatni, és ez a Horn Gyulai karakter szerintem az, ami
ami elkezdett egyre jobban nőni benne, nagyon érdekes módon, közben egy-egy konzervatívként apostrofálja magát, de értékkonzervatívabb azt mondja, hogy a családra, meg ezekre, meg a védelemre megy. Ugye a magyar nép ezt szomja, az ugye védelmet, biztonságot, baloldali gondolatokat sok szempontból. És ez a hongyulai karakter alakult át szerintem mostanra ebbe a kádári karakterbe, és ebbe a megérkezésbe, hogy az a fajta, a magyar társadalomnak az a vágya, hogy legyen egy ilyen jóságos vezetője, aki mindig így nézi és látja a kérdéseket, elemzi, és meg tudja a népét védeni, és ezért neki magyarázni. Ebbe a 22-es kampányban teljesen megérkezett. Szóval, hogy még a háború kitörése előtt is már ez a jóságos kádár szerepbe volt, hogy egy, nem tudom, mennyire emlékeztek, egy ilyen puttonyba hozta az ajándékot a gyerekeknek, kiosztotta, utána puttonyból adta az embereknek a nyugdíjemelést, aztán az esztiai visszatérítést, és amikor jött a háború, akkor meg átalakult ebbe a katonai vezetőkbe, aki már őszös, a haja már nem biztos, hogy százan mennyit tud sprintálni, de amikor helyzet van, akkor oda tud menni. És az az igazság, hogy ezek, és röhögtek egy csomóan akkor azokon a képekkel, amikor egyedül áll, és nem tudom, béke, és őszként van, a haja lebeg a szélbe, pontosan azt csinálta akkor a Fidesz, amit kellett csinálni, ezt a biztonsági nyújtását. Ami engem viszont ebben jobban érdekel, hogy ezt hogy engedte az elmúlt 10 évben négyem az ellenzék, hogy ez menjen, ez a tudatos építkezés abba, hogy ő belenőtt ebbe a szerepbe. Lényegében soha senki azt olyan kritikával nem tudott élni rá, hogy ezt, amivel rombolja ezt a nemzet atyuskája kérdés. Hogy erről mit gondoltok, hogy ez egy olyan őrületesen nehéz kérdés, vagy hogy fókuszálni kell, vagy csak jól kell választani. Szóval nem értem, hogy engedi az egyébként az ő ellenzéke az, hogy ebbe a nemzet megmentő szerepbe pózoljon állandóan. Hát szerintem, ami egy érdekes kérdés, hogy amikor ellenfelet állít vele szemben az ellenzék, akkor ez valóban tudja opponálni Orbánnak egyébként azokat a személyiségjegyeit, amik szerintem igenis bosszantóak, vagy idegenek is tudnak lenni a magyar társadalomtól. Tehát szerintem az a flegmaság, az a macsóizmus, ami azért elég durván jön a Fideszből, szerintem ezek kihasználható és opponálható jegyei lennének akár Orbánnak, akár a Fidesznek is, de amikor egy keresztény-konzervatív, kiábrándult fideszest állítunk szemben Orbán Viktorral, akkor nagyon nehéz meghúzni pont azokat a bináris opozíciókat, amikről az elején az elméleti részben beszéltél, és szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy az ellenzék ki fog-e tudni termelni egy olyan politikai vezetőt, aki nem csak jelszavaiban, hanem teljes személyiségében, hangulatában, életre való az élethez való hozzáállásában tud egy másik Magyarország víziót, egy másik életvíziót, egy másik személyiséget megjeleníteni. Egyébként akár szerintem az is egy érdekes kérdés, most mondjuk az EP választásokra tekintve, hogy valószínűleg itt elég sok női listavezető lesz a magyar politikában, főleg az ellenzék terén. Ez szerintem egy izgalmas kérdés, hogy ez hogyan fog majd ez a gender aspektus mennyire tudja meghúzni ott esetben a Fidesz-tel szembeni kiállást. Szerintem ez az egyik dolog, ami miatt nincsen költsége, ami miatt nincsen valódi ellenzéke akár az Orbáni karakternek, mert egyszerűen még nem látott olyan összellenzéki vezetőt Magyarország, aki lényegében, tényleg eszenciájában egy másfajta politikát képviselt volna. Nem tudom, hogy pontosan mire van szüksége a társadalomnak. Ez egy érdekes kérdés egyébként, mert hogyha azt látjuk, hogy tulajdonképpen ez a karakter működik, akkor valószínűleg itt van valami szimpátia, a dominancia, a már-már agresszív politikai vezető irányába. De abban igazad van szerintem nagyon is, hogy nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy Orbánnak egy mérsékelt vagy deszaturált verziója a szemben álló jelölt, hanem valaki pont olyan, aki ugyanúgy karizmatikus, mert hogy sajnos nagyon sok esetben összetévesztjük a dominanciát a karizmával, de hogy mégis képes képviselőként fellépni. És akkor szerintem beszéljünk Gyurcsány Ferencről, aki a Fidesz saját legfontosabb ellenfeleként mutat föl, és aki egyébként jelenleg is a legerősebb ellenzéki pártnak a vezetője. Nézzük meg egy hasonló összeállítást Gyurcsány Ferenc politikai kommunikációjáról. Ha azt kérdezik, hogy lehet-e Magyarországon tisztességesen boldogulni, azt mondom, hogy igen. Ha azt kérdezik, mert ne hallgassuk el, ha ő azt kérdezi, hogy én tisztességesen boldogultam-e, azt mondom, hogy mi az, hogy? Nagyon is.
Törvényesen és tisztességesen. Hadd mondjak egy sportos példát. Mondtam ma már ilyet? Elmondom még egyszer. Tudjátok, a kajak négyesek. Szóval akkor megy a történet jól, és érdemes megtanulni. Sportminiszter voltam, én már csak tudom, hogyha azt a kajakot áldja meg a jó ég, négyen egy irányba húzzák. Húzzátok egyformán, csináljátok együtt. Lehet Szlovákiával példálozni, és el lehet dönteni, hogy szlovák viszonyokat szeretnénk-e. Szlovák nyugdíjakkal. Persze, nem kell fizetni osztalék utánadót, nem kell. Hogyan fogjuk kifizetni a nyugdíjakat? Hogyan? El lehet menni Magyarországba, itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! Azt üzenik nekem, hogy a változásokhoz szükséges összefogásnak, a változáshoz szükséges stabil kormánytöbbségnek és az ellenzék józan magatartásának én magam vagyok az akadálya. Remélem, hogy így van, hogy csak én magam vagyok az akadály. Mert ha igen, akkor ezt az akadályt én most megszüntetem. S jól alszik, Viktor, kérdezem én! Jól alszik, amikor százezrek magától félnek, és rohadt rendszerétől? Jól alszik? S mondja, csak a szotyolát köpködi rohadt módon a stadionban, vagy köp a nemzetére is. Elnök úr, új platform, úgy hallottam? Hogy a TikTok? Miért pont ez a platform? Kösz. Na igen, szóval, hogy erre valamit gondolsz? Hogyha összehasonlítjuk egyébként az Orbán Viktori nyelvezettel ezt a típusú retorikát, akkor azt látjuk, hogy a kettő között mind a metaforákban, mind a szimbólum használatban óriási különbségek vannak. Orbán meg tudja jeleníteni a falusi világnak az illúzióját azzal, hogy régiesítő szavakat használ, hogy azt mondja, hogy esztendőt, vagy hogy jó magam, hogy olyan mindenki számára ismert metaforákat mond, vagy olyan anekdotákat mesél el, amihez országszerte tudnak kapcsolódni, és ezáltal egy sokkal közelebbi politikai szereplőt láthatunk, mint amit egyébként Gyurcsány Ferenc karakteréből érezhet a közönség. Itt van egy távolságtartás a között, hogy mi milyenek vagyunk, és hogy az, aki a szónoklatnak az előadója, ő milyennek képzel el minket. Szerintem nincsen a kettő között párhuzam. Most nagyon nehéz róla beszélni, hogy a történelem sok mindent ugye másképp látott velünk, de ugye ő volt talán inkább az első olyan totál politikus Magyarországon, megelőzve a korát, aki abban hitt, és sajnos azóta is abban hisz, hogy mindennek róla kell szólnia. Amikor ő a politikába belépett, ugye újra belépett, ugye itt is van egy ilyen mítosz, hogy ugye ő a Demiszből 10 évig aztán a privát szférában kereste és találta a boldogulást, és akkor visszatért a politikába, először mint tanácsadó, aztán mint miniszter, aztán mint ugye Brutusként, aki aztán miniszterelnök lett, és ő egy totális offenzívában volt, és ami akkor a 2000-es éveknek az elején egy nagyon szokatlan hangulat volt, hogy ő mindent próbált uralni. Tehát amit a Orbánékról mondunk most, ő akkor persze teljesen más környezetben, teljesen más Magyarországon, teljesen más média világban, de mégis ezt csinálta. És az a fajta dinamizmus, ami benne volt Gyurcsány Ferencben, ami kétségtelenül benne volt. Szóval az a videó, amikor ott ő ül, egyébként nem bekötve az autóban, és magyarázza azt, hogy mi szeretne lenni, és feltűrt ingel, tehát mindent, amit egyébként nyugatról lehetett tanulni, az a kampány meg is tanulta, és az a kampány nyert avval, hogy el tudta hitetni, hogy József egy dinamikus ember, egy totál politikus, aki mindent technikai módon, de mégis egy ilyen tudott a baloldalnak hitelt adni,
nem hitelt, hanem hitelt adni, és ez a másik rajt, és képes volt egy nagy arányú győzelemre, és ugye a görög tragédiában a győzelem és a bukás közötti körülbelül hát áprilistól szeptemberig tartó időszakban mégiscsak az az ember volt, aki másodszorra nyert a szocialista SZDSZ koalíció, ilyen még nem volt Magyarországon, és onnantól kezdve az ő karaktere, amikor az összeti beszéd ugye felszínre tört, és az egész akkori zavargások és felháborodás, a Orbáni Fidesz meglátta, mint nekik, ugye, aki akkor már kétszeresen megbukott pártelnök, megtalálta azt, amit mondtál, olyan pontot, amire az egész politikájukat újra lehet csavarni. Megvan az ellenség, megvan a közös összetartozás, hogy most már mindenki ott volt egyébként, mindenki azon a bizonyos tüntetésen, amit a rendőrség egyébként tényleg szétvert, és megvan az, hogy be lehet mutatni, amit korábban nem sikerült ugye abban a kampányban, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve, ez már múlt, ott lehetett bemutatni, hogy igen, minden, amit csináltatok, az hazugság volt, minden, amit mondtatok, az hazugság, ez, amit az egész dinamikus politika, az semmi, ez egy álságos dolog, és erre egy új, tehát a Fidesz akkor 2.0-ban tudott átkapcsolni. Tehát nem az történt, hogy megint így az ölükbe hullott a lehetőség, valamilyen szinten persze a politika, tehát az események történtek, de meglátták benne azt a lehetőséget, amit aztán át lehetett váltani arra, hogy egy nagy domináns párt elmenjenek. És az ugye a másik oldal, és ugye ez a tragédiája az egész kérdésnek, hogy a másik oldal képtelen volt, az immunrendszerrel képtelen volt lereagálni azt, hogy amiben megy ez az egész ügy, abban egy óriási nagy kudarc lesz. És azóta ugye, hogy nem mondott le Gyurcsány Ferenc 2006-ban, hanem egészen 2009-ig egy ilyen szenvedést vitt végig, és ugye az most már utólagosan mindenki azt gondolja, hogy 2006 miatt bukott meg végérményesen az MSZP, szerintem sokkal többet ártott az ő, egyébként, mint mondtam, korábbi mitoszának, hogy tudnak kormányozni, az a 3 év, amiben tényleg ilyen ide-oda minden, ott aztán tényleg minden volt, az egész nem Fidesz oldalnak, mint a 2006-os események, és onnantól kezdve semmi más nem kell csinálnia Orbán Viktornak, mint ezt a mitoszt öntözgetni, nevelgetni, ha éppen akkor kell, hozzá kell adni egy kis tápszert, ha éppen akkor le kell kicsit nyisszontani, és bármikor lehet ezt tovább vinni, mert a Fidesznek a 2.0-jának ez az alapélménye, és annak a tagadása, hogy ez az alapélmény, az a politikai hiba, tehát nem tagadni kell, hanem ezt el kell ismerni, hogy ez a tény. És az a generáció, aki egyébként Orbán Viktorral öregszik meg, alapélménye az, hogy Gyurcsány Ferenccel szemben kell magadat meghatározni. És csinálhat Orbán Viktor bármit, akár lehet nagyon rossz a kormányzása is, például azért mostanában nem olyan tökéletes, lehetnek rosszak, nem tudom milyen gazdasági számok, de mivel mítosz, mivel hogy érzelem, Gyurcsány Ferenc fejének a bemutatása azonnal összezárja azt a kormagot, akire nekik ilyenkor szükségük van. És ezt kéne igazából felfogni, hogy ez így működik. Ez nem, hogy mondjam, nem összeesküvés elmélet, tök egyszerű pszichológiai helyzet. Abszolút, tehát hogy az, amit most vázoltál, az teljesen így van, tehát Gyurcsány Ferenc személye lett az a szimbólum, ami meg tudja testesíteni azt az élményt, ami 2006 volt ennek az országnak, az igazságtalanság, a trauma, a tüntetés élménye, és akárhányszor látjuk az ő képmását, előhívódik ez az élmény, és az, hogy ez folyamatosan ismétlődik a magyar nyilvánosságban, folyamatosan látjuk ezt, folyamatosan emlékeztetnek minket rá, ez pont az ellentéte annak a pszichoterápiás folyamatnak, amikor azért beszélünk arról a traumáról, ami megtörtént velünk, hogy aztán kigyógyuljunk belőle, ez pont a sebek feltépéséről szól, hogy aztán továbbra lehessen görgetni ezt a mítoszt, és tovább lehessen abban tartani ezt az egész valóságot, hogy ez az, amit szeretnénk elkerülni, ez az, ami nem fog megtörténni újra. És ezt a mítoszt lebontani még gyakorlatilag lehetetlen, hiszen akkor illegitimé kéne tenni azt az alapemóciót, ami mindenkiben ott van, amit mindenki átélt, azt le kéne tagadni.
Van ez a közös élmény, ami 2006, amit mindenki ugyanúgy átélt. Ez, ebben egy nagyon fontos elem az, hogy mi van azokkal, azoknál hogyan fog működni, amit az, akik nem voltak ott, akik nem tudják, hogy milyen érzést kell kapcsolni az eseményekhez, vagy nem is éltek, abszolút, és erre egy szép ív az elkurtuknak az elkészítése, ami nem tudom, hogy milyen szándékkal készült egyébként, csak az, hogy ugye a választások előtt nem sokkal jött ki ez a film, ami megmondja nekünk, hogy hogyan kell értelmezni azokat az eseményeket, milyen szemszögből, de azt is, hogy milyen érzelmeket kéne hozzá kapcsolnunk, és ezáltal tovább élhet ez az egész mítosz azok számára is, akik nem élték át 2006 eseményeit, mindezt hozzákötve egy új karakterhez, egy új elem is bekerül a képbe ezáltal, akiről eddig nem tudtuk, hogy szerepe volt a 2006-os eseményekben, de most a film által kiderül, hogy a Dobrev Klára személyét megjelenítő karakter egyébként döntéseket hozott itt a folyamatok alatt, de hogy nem csak ezt tudtuk meg egyébként a filmről a karakterrel kapcsolatban, hanem olyan morális értékrendekbe is bepillantást nyerhettünk, ami nem feltétlenül azt közvetítette az emberek számára, hogy ő valóban a magyarok érdekeit képviseli. Hát és egy jó példa arra, hogy a történelmi valóságnál sokszor fontosabb az, hogy milyen percepció meg érzelmek társulnak egy eseményhez. Olyannyira így van ez, hogy a másik ilyen film, amit csinált ugye a Fidesz, ugye ez a Blokád című film, amiben a korábbi mítoszt akarja ugye újraírni, hogy a jók és rosszak harcában Orbán Viktor mindig is a jók oldalán állt, és az a fajta gondolkodás, amit ő képvisel, ez már ugye 90-től kezdve megy, és erre láthatóan a Fidesz áldoz, hogy ezek művészileg milyen alkotások, hogy ez nem az én tisztem eldönteni, de abban, hogy funkcionálisok abban, hogy emberek, akik egyébként nem éltek akkor, nem tudjuk, mi történik, bemennek, és ezt lényegében elhiszik, erre ezért csinálják őket. Most mi is azt vázoltuk fel, hogy itt Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc a két központi figurája mondjuk a rendszerváltás utáni magyar politikának, de több politikai erő is volt, aki megpróbálta háromszögesíteni ezt a szembenállást, vagy egyformán elutasítani mindkét karizmatikus vezetőt, most akkor mondjuk így. A Jobbik, az LMP, aztán a Momentum is egy ilyen típusú üzenettel állt elő, és így zárásképp engem ez nagyon érdekelne, hogy mi az, csak a választási rendszer és az Orbán rendszer tehet arról, hogy végül mindhárom párt, akiket említettem, feladják ezt a háromszögesítést, vagy vannak más olyan tényezők, ami miatt hosszú távon úgy tűnik, hogy nem volt vállalható ez a harmadik pozíció. Ez a politikai bátorságnak a hiánya, tehát hogy ugye az történik ezekben a helyzetekben, hogy van egy új belépő, aki nyilván azt mondja, hogy én ez se vagyok, meg az se vagyok. Meddig képes ezt az állapotot fenntartani? És akkor ugye jönnek mindig ugye a különböző körök, az értelmiségi körök, a választói félt, vagy elképzelt választói nyomás, a politikai elitnek a üzengetései, és akkor mindenki egy idő után megtörik ebben, mert akkor azt mondja, hogy igen, a kisebbik rosszat kell választanom valami nagyobbik jónak az elérésére. Ugye ezek mind ugye szintén ilyen kódolt, ilyen pszichológiai helyzetek, és képtelnek ebből a helyzetből kilépni, mert nem engedik őket kilépni. Ugye a legrosszabb dolog, ami történhet Orbán Viktorral, ha létezik olyan erő, amiben nem Gyurcsány Ferenc nincsen benne valamilyen módon, pont azért az alap, vagy a másodlagos mitológiának az alapja az, hogy Gyurcsány Ferenccel szembe helyezkedünk. Hogyha ő nincsen valamilyen képletben benne, akkor ez a rész ugye, akkor ugye eltűnik. Gyurcsány Ferencnek ugye meg ugye az ő szempontjából, és ezt is érdemes megvizsgálni, ha mi a teendőről beszélünk, ugye ő meg nem azt gondolja, szerintem, most nem én alkalmi pszichológusként, inkább elemzőként mondom, nem azt gondolja, hogy ő sikertelen lenne. Ő azt gondolja, hogy a 2010 után, és a számok ilyen szempontból, a maga szempontjából őt igazolják el. 2010-ben ő egy bukott ember volt, és onnantól kezdve, hogy 13 évvel később, amit mondtál, hogy a ellenzéki pártnak a vezetője, minden választáson, igaz, hogy 4-2/3, de az ő szempontjából minden választáson erősebb és erősebb a pártja. Az ő mitológiája, az, hogy majd egyszer csak a távoli jövőben majd beérdik ez a munka, és az igazság, az ők és mi, meg a jó és rossz, majd a végén majd helyreáll a világ kozmikus rendje. És ő ebben gondolkodik. Az igaz, hogy közben nem tudom, a negyedik kétharmad van, és nem úgy tűnik minden kívülről, hogy ez így lenne, de ettől még ő belül ezt gondolja. És aki meg új belépő volt, egyszerűen képtelenek egyébként
végigmenni egy olyan politikai stratégián, amiben ne ebben a kettővel kelljen szembesülni, hanem a saját maguk mondanó lehet kéne mondani. Nagyon, persze ezt nagyon könnyű mondani, nagyon nehéz a valóságban megtenni. Az LMP szétesett ebben a helyzetben, a Jobbik ugye már lényegében megszűnt, a Momentum ugye most éppen nem tudom hány év után, hát 17 év után jött rá, hogy Gyurcsány Ferenc hazudott 2006-ban, de hát végül is történelmi távlatokban ez végül is ez nem is olyan sok idő. Ez a saját maguk problémája, hogy képtelenek azon az úton maradni, amit elhatároztak. Köszönjük Vera, hogy itt voltál velünk. Ez volt a Vétó második évfolyamának 5. adása. A jövő héten pénteken Szolnokról élőben jelentkezünk. Az eseményről a leírásból találtok bővebb információt. Ha az adást tetszett, kérem a Partizán YouTube csatornáját kövessétek, illetve iratkozzatok fel a Vétó podcast csatornájára. Ha akartok nekünk írni, azt a vétókukac partizanmedia.hu mail címen megtetitek. Köszönöm, hogy voltatok velünk.